legnagyobb Kati divattervező és a 20. század elején alkotó Lesznai Anna nagy találkozása az a kiállítás, amely a Vasari Galériában látható. Lesznai Anna sokoldalú panteisztikus művész volt, a kor nagyasszonya. Versei a Nyugatban jelentek meg, mesekönyveit maga illusztrálta, és mint iparművész újraértelmezte a matyó népi ornamentikát. 1966-ban, 81 éves korában New Yorkban hunyt el. Nagyon sok olyan párhuzamosságot fedezhetünk fel Zobkat és Lesznai Anna életművében, ami nagyon figyelemre méltó, és a kiállításban ezeket meg tudtuk jeleníteni. Az egyik ilyen érdekes dolog például rögtön ez a népi eredetű ornamentális megközelítése a formáknak, a színeknek. Ugye ez Lesznai iparművészeti munkásságában tükröződik, de ugyanez az intenció látszik Zobkatinak a ruháin is. A másik az a mese. Meséhez való vonzódás és a mesével való foglalatoskodás. Ugye a 18 áprilisában bemutatott Zobkati kollekció az a Szamárbőr királyfinak a meséjén nyugszik, és Lesznai Anna is nagyon sok mesét írt, nagyon sok mesetüredéke, meseváltozatára lett fent, és ugye két mesekönyve is megjelent, de állandóan foglalkozott mesékkel, mind meséíróként, mind pedig teoretikusként. És a harmadik nagyon érdekes vonulat, ami számunkra sem volt nyilvánvaló, amikor elkezdtük ennek a kiállításnak a rendezését, az pedig a kézírással, a betűkkel, a betű mint ornamensként történő értelmezésével ez a vonal jelentett számunkra is, és Kati számára is egy nagyon érdekes kapcsolatot Lesznai Annával. Ugye Lesznai Anna egy írásában azt mondja, hogy lényegében a betű is ornamens, és az volt a vágya, ez a vágy egyébként soha nem teljesült, hogy egyszer egy olyan mesekönyvet adhasson ki, ahol nem csak a borítót, nem csak a belíveket tervező, ahogy egyébként tette, és nem csak ezeknek a könyveknek az illusztrációit készíti, hanem a saját kézírásával jelenhetne meg a szövegeben a mesekönyvben. Ez egy nagyon érdekes dolog, és ugye nagyon sokan hiszünk abban, hogy a kézírásunk nagyon sok mindent elárul rólunk. Én azt gondolom, hogy ezzel Lesznai Anna és Zobkat is tökéletesen egyetért, illetve egyetértett volna, és ezt megpróbáltuk magában a kiállításban is megjeleníteni. Tehát nagyon sok lesznai kézírással találkozhatnak, akár óriásira nagyítva tapéták formájában, vagy eredeti vers kéziratok formájában, és Kati is ugyanezt tette, tehát ő előkereste a családi mondjuk archívumból nagymama, dédnagymama, anyuka, kislánynak a kézírását, és ezekkel kezdett el foglalkozni, csak úgy, hogy Lesznai Anna a saját kézírásával és a családnak a történetével, és ezek jelennek meg a ruhákon. Tehát egy nagyon érdekes párbeszéd, egy nagyon érdekes reflexiós sorozat, amivel itt a látogatók találkozhatnak. Az ő példája az, hogy teljesen kultúrától, családtól, származástól, kortól, mindentől függetlenül mi egy közös kultúrában élünk, és ahogy ő a mi közös kultúránkat fölemelte, kiszínezte, elmesélte, a díszítőművészetté tette, hímzését, kézművességét tette, én azt gondolom, hogy minden korszaknak kellenek ezek a nők, és ennek a korszaknak, az ő generációjának ez volt a nagy lehetősége, hogy egy Lesznai Anna volt a nagy organizátor, aki őket egy csapattá szervezte. Ez fantasztikus. És közben írt, és írt, és írt, és rajzolt, és rajzolt, és rajzolt, és festett, és festett, és cigarettázott, és cigarettázott. Elképesztő az élet maga, és nagyon szerette az otthonát, mindenestől a fűvel, a fával, a népi rokolyákkal, a szolgálólányokkal, a paraszti zenével, a nagyvárosi kultúrával. És tudomásul kell vennünk, hogy nem kell kiválogatni így egybe, ahogy a miénk, így kell szeretni, így kell élveznünk. Nem Lesznai Annát, hanem a saját környezetünket, a saját világunkat. Azért nagyon izgalmas egy ilyen találkozás, mert tulajdonképpen egy kortárs művészeti eseményen vagyunk, hiszen Zob Katit inspirálta Lesznai Anna. Ennek a találkozásnak az eredménye az, hogy itt megjelenik egy 21. század mai korunkra jellemző divat, haute couture, ugye szalondivat esemény is, ugyan nem egy divat bemutató formájában, de megvannak idézve Kati ruhái,
És hát ezen keresztül felfedezhetjük Katinak és az identitáshoz való vonzódását. Én mivel régi barátja vagyok, ebből már jó nagy csokorra kaptam, még ifjúkorunk hajnalán, ugye elvitt innen nem messze a gyerekkorának a helyszíneire, és hát sokat mesélt erről a csodálatos gyerekkorról, sokat mesélt ő is a rokonairól, ahogy Lesznai Anna is. És egyszer csak azon kaptam magam, hogy ahogy itt a barátságunk során jó pár bemutatón, divat bemutatón voltam, ezek a motivumok egyszer csak megjelentek a ruhákon. Ugye nagyon furcsa dolog, hogy tud a divatban, hogy tud divatkreációkban megjelenni az identitás. Hogy tud őszintén mesélni, Kati ruhái mesélnek. És hát ezt a mesét ő most már elkezdi rendszerezni, összefoglalni. Itt megint egy visszakacsintás lesz Nagy Annára, hiszen őt is nagyon izgatta ez a műfaj, nagyon érdekesek voltak számára a mesék, foglalkozott is ezzel, tehát ez is egy találkozási pont a két művész között. A január 6-áig látható kiállítás Zob Kati, a Vasszali Galéria és a Petőfi Irodalmi Múzeum együttműködésében valósult meg. A megnyitón dr. Bóka István polgármester és Prőle Gerge is köszöntötte a megjelenteket. A Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója hangsúlyozta, ez a kiállítás egy kulturális misszió is. Az ismert divattervező Zob Kati ráirányítja a figyelmet Lesznai Anna univerzumára, ugyanakkor a 20. és a 21. század művészeti hatásainak érdekes összefonódása is látható a Vasszali Galériában. Thank you.